Üdvözöllek! Csörtessünk át a borzokhoz. Eurázsia teljes területén, a Japántól a Brit-szigetekig, azaz az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig. Déli irányban Vietnámig. Európában csak a kontinenstől távol eső szigeteken nincs, mint Korzika, Szardinia, Szicília és Ciprus. Kedveli az erdőket, de olykor városok parkjaiban is látható, egészen 2000 méter magasságig. Nagyjából 90 centig nőhet meg, és szinte 17 kilóig. A hímek kicsivel nagyobbak, mint a nőstények. Nappal általában visszavonul, éjszaka merészkedik elő. Óvatossága miatt ritkán látható, bár általában hangosan csörtet. Az északi vidékeken téli álmot alszik. Bár a ragadozók csoportjába tartozik, tulajdonképpen mindenevő. Gerincteleneket és kisebb gerinceseket, azon kívül magokat, gyümölcsöket, gombát, gyökereket is fogyaszt. Torkos állat, mint rokona a rozsomák, aminek amúgy torkos borza népies neve. Minden lábán öt ujj van, minden ujján hosszú erős karmok, amelyek ellapulnak, ásásra fejlődtek. Sokszor egy-egy kiterjedt, akár több hektáros üregrendszerben él klánokban, amelyek maximum 12 fősek lehetnek. Ezekben a rendszerekben 2-3 méterrel a föld alatt alvó kamrák vannak. Egy klán több generációra, akár évszázadokig is megmarad ezekben az üreg rendszerekben, folyamatosan bővítve azt. Ez elég sok generációt jelenthet, ugyanis a borzok maximum 16 évig élnek. Ez inkább jellemző a hidegebb vidékekre, melegebb környezetben kisebbek a csoportok, sőt párokban, vagy akár magányosan is élhetnek. Ez az állat ötcsillagos, ez pont az alfa hím. Egy család vezetője mindig egy domináns hím és egy nőstény. Bár a hím több nősténnyel is párosodik, csak a domináns nőstény tudja sikeresen felnevelni a kicsinyeit, mivel más nőstények kicsinyeit elpusztítja, beleborzongva. A borzoknál a családtagok nem segítenek be a kölykök nevelésébe, de az üregrendszer fejlesztésébe és fenntartásába igen. Húsát fogyasztani is lehet. A hucolók a rendszeres borztöpörtyűevést a hosszú élet titkának tartják. A hucolók amúgy egy kárpátaljai ruszin népcsoport. Természetes ellenségei a szürke farkas, a hiúz, a medve és a nagyobb kutyák. Bár ezek közül kevés támadja meg, mert sarokba szorítva a borz veszélyes ellenfél lehet még számukra is. Gondolom, ilyenkor felborzolja a kedélyeket. Természetvédelmi státusza nem veszélyeztetett. Magyarországon vadászati korlátozás alá esik. Március 1-től június 30-ig nem szabad vadászni rá, csak kivételes helyeken hatósági engedéllyel.
Ahhoz képest, hogy éjszakai állat, elég jól el vannak nappal is itt a játékban. Ez az állat élvezi a locsolót. Még néhány érdekesség. Néha megosztja barlangját a nyestel. Az ír mitológiában alakváltóként ábrázolják őket. És van példa idomított borzra is. Lessünk be a borz halomba. Bent tartózkodik két borz. Ha tetszett a videó, lájkolhatod vagy feliratkozhatsz a csatornámra. Köszönjük, hogy megnézted. Legyen szép napod!